Wait. Sziasztok, a Fairfax ház konyhájában vagyunk, és akkor most körülnézünk, hogy mi minden látható itt. Ez is van ez a hatalmas nagy óra. Nézzétek meg. Aztán itt láthatjátok a tűzhelyt. Éppen egy malac sül itt. Aztán a tojásokat ebben a kis kosárkában tárolták. És itt van a sütő. Oké, most ezt itt becsukom. Nézzük akkor tovább. Itt van az edény, amiben főztek, közel a tűzhelyhez. És ha tovább megyünk, akkor itt egy kályhát láthatunk. Itt rakták be a szenet, a fát, amivel éppen tüzeltek. Itt a híres angol teáskanna, aztán hőálló edények. Kuglóf sütő a falon részből, szintén részből különböző edények, és aztán itt már a tálaláshoz kikészítették a teáscsészéket cukorral, daráló edények, mindenféle üvegek itt a polcon, rézedények, és hogyha tovább megyünk, akkor itt láthattok egy fűrt fokhagymát, gyönyörű, szép ezüst edényeket. Tehát Fairfax házban vagyunk, ami a 18. században egy gazdag arisztokrata családnak a tulajdonában volt. És hát egy kis horror, egy nyuszi lóg le a plafonról, aztán egy fácán is. És akkor végezetül nézzük az asztalt. Ellen ott áll az asztal végén, kémleli, hogy mi minden található itt. Hát itt láthatunk halat, aztán mindenféle magvakat, rákot, egy finom salátát, gyönyörű szép ezüst edényben. Oké, és akkor vessünk még egy utolsó pillantást itt a konyhára, ami tehát egy 18. századi arisztokrata családnak a konyhája volt. Sziasztok!